Hogyan terjedt az új hit? Az új hit komoly ellenállással indult a világi és egyházi hatalom részéről, de sikeresnek mondható a terjedése. Mind a hírek létszámában, mind a politikai támogatók megszerzésében, és mind abban a szempontból, hogy a Luther által elkezdett mozgalom egy csomó új és új egyházat szült meg. A reformációból nagyon sok egyház jön létre, amelyeket összefoglalva protestánsoknak szoktunk nevezni. Protestánsok a katolikusokkal szemben álló keresztény felekezetek. Két legjelentősebb nyilván a Luther által alapított evangélikus egyház, és a Calvin János által alapított református egyház. Ezek ráadásul mind nemzeti keretekben működnek, tehát az egyes nemzetekben létrehozott egyházak nincsenek alárend és fölé rendelve egymásnak. Az, hogy ezek bevett vallások legyenek Európában, egy több évszázados harc eredménye volt. Harc a katolikusokkal, a hívekért. Ebben a harcban az új hitet, a környomtatást nagyban segítette, az, hogy anyanyelvű bibliát adtak ki, az, hogy vitairatokat adtak ki, röpiratokat adtak ki, hogy az új közös énekekhez nyomtatott kottákat tudtak kiadni, és végül is, ha bár az ellenreformáció vagy a katolikus megújulás mozgalma a korábbi lendületet azért megfékezte, azt lehet mondani, hogy a protestantizmus sikert arat a nyugati keresztény kultúrába. Nagyon fontos volt a hit terjedésében, az új hit terjesztésében az iskolahálózat kiépítése. Ennek egy távlati kulturális hatása is lett, nyilvánvalóan, hisz azáltal, hogy iskolákat építenek a protestánsok, azért, hogy prédikátorokat neveljenek ki, és azért, hogy az egyszerű nép is megértse azt, amit ők a Bibliában hirdetni akarnak, ez az általános műveltség növelését eredményezte Európában. És persze az új hit terjedéséhez hozzátartozik még az, hogy a vallásháborúk, azok az augsburgi vallásbéke után is föllángoltak, és más-más országokban újra és újra fellángolnak. Tehát sajnos ez a kérdés mindig politikai kérdés is volt egyben, és ezért mindig újabb és újabb háborúkat is szült. És maga ez a hitvita a katolikusok és a protestánsok között tulajdonképpen majd csak a felvilágosodás megjelenésével és a tudományos világkép előretörésével, az ateizmus megjelenésével fog megszűnni, lényegtelenné válni.